Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a Valframe-ről mondok hasznos információkat, amit már ugye mind gondolom azok tudják, akik nézegetik fontosan a Valframe-nak a weboldalát. Arról van szó, hogy december 12-én a Hydroid Prime Access helyébe a Mirage Prime Access kerül. Megkapjuk a Mirage Prime-ot. Mirage Prime Cliffet kapunk, Kokage Prime-ot és Abuto Prime-ot, illetve Armor és Siandana Prime-ot. Szóval egy szép, szép kis Prime díszeket kapunk. Ilyen Fashion Frame stylokat. Itt látható az Armor. Hát nem, nem egy, megmondom őszintén, nem egy nagyon durranás, úgymond. És itt adtak ugye a fegyverek, amik kinézettel nagyon szépek. Na most, ugye én azt gondolom, hogy ebben a játékban a szép az önmagában szerintem eléggé kevés. Mindjárt rátérek, hogy miért is. De először tisztázom az, hogy érdemes-e Prime Access-t venni. Én úgy gondolom azoknak érdemes, akiknek ugye hát úgymond telik rá, hiszen igazából ugye a karaktert és a két fejet azt ki lehet farmolni. Ami marad igazából az a Mirage Prime Glyph, a Siandana, az Abero Prime Siandana és a Atavis Prime Armor egy teljes nevükön, és ugye Affinity és Credit Boostert fogunk kapni hozzá ugye minden Prime Access-hez, és szerintem ez miatt nem érdemes. Viszont a Trade-en sem szabad, úgy gondolom, még azon a héten megvenni, hiszen mindenki drágán fogja árulni, és időáltalás miatt Magyarországon még később kapjuk meg ezeket a cuccokat, és nagyon sok külföldi játékosnak már meg lesz valamelyik szett, vagy esetleg mindegyik. És úgy van, hát hiába van úgy, hogy világ szinten PC és Xbox One-ra december 12-ig érkezik, a PlayStation 4 felhasználóra pedig Amerikában december 12-én, Európa és Ausztrália december 13-án, Ázsiában december 13-án és Japánban december 14-én fog érkezni a PS4 felhasználóknak. Szóval egyes országbéli, kontinensbéli PS4 felhasználók sokkal később kapják, mint mi PC-sek. Szóval nem irigylem őket. Na, szóval most a lényeg az, hogy minimum egy vagy két hetet kell várni arra, hogy a téden sokkal olcsóbb meg tudjátok venni a karaktert és a két fegyvert is. Ez nem tudom miért van, ez a játéknak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen fura szokása, vagy nem, én fogalmam nincs, hogy minek, hogy lehet, hogy mehet az ára le egy hét elteltével. Ez tök jó, csak nagyon sokan belülünk abba, hogy most kell, most kell. Jó, én is nagyon sokszor beugrottam, mert nagyon sokszor vettem Prime Access-t is már. Csak ugye, hibáimból adódóan így megosztom veletek, hogy ti ne lépjetek ebbe a hibába bele. Na most nézzük meg, hogy a fegyvereknek, meg ugye úgy néz ki, hogy a Mirage Prime alapból, ő itt a Mirage, neki úgy díszíteti, ahogy ugye szeretné. Jó, elbújt a izé mögé. Fegyó mögé. Ugye én a Mirage nem igazán tesztelgettem még annyira. Az első kérdés ugye a klónozás, ami ugye egy olyan kis módja is, hogy jobban elnyeli a sebzéseket. Maga akkor ugye a hologramok vagy klónok. Ugye a prizma az a kis diszkógömb, úgymond magyarosan,
ami ugye vakítja és sebzi az ellenfeleget, ha belőlt ugye közébe, nagyobb tömeg közébe érdemes belőni. A Sleight of Hand az valamiféle csapda lehet, és az Eclipse pedig valamiféle árnyékot hoz a karakter körül, ami elnyeli a erősebb sebzéseket, vagy ezt veszem ki. Annyira nem vagyok tisztában teljesen ez a 2-es-3-as, ilyen 2-es-3-assal. A Mirage igazából az egy bajom van, hogy ugye nem egy Wukongban, nem egy Valkyr, aki ugye meg tudja magát védeni valamelyik képességével, és ugye a Mirage nagyobb szinteken nagyon könnyen lelőhető. Én azt tapasztaltam, azért sem nagyon foglalkozok vele, de hát ugye lehet, hogy én modolom rosszul, vagy nem tudom, ugye sokaknak ugye kedvence. Na, akkor nézzük meg a fegyvereket. Nézzük ezt az agboltot. Agboltabb ugye kettő van, ugye az sima, és a Telos agboltó egyelőre. Nézzük az agboltót. Az agboltó alapjáratan se crit chance-es, se státuszos, és még ennek helyében még szar rirodja is van, és még ette szar értékei vannak. Így konkrétan ránni és az egész fegyvere egy kuka. Kimaxolod és eldobod című fegyver, mert de nem érdemes ezt megtartani, csak azért, hogy meglegyen. Tehát semmi. Szóval a Prime az nem tudom mennyit fog húzni, tehát igazából a Prime fegyvereknél ugye erősebb szokott lenni az értékek, viszont ez nem tudja hova húzni. Nem tud akkora szorzót rárakni semmire se, hogy ez jobb legyen. Maximum reload speedet lehetne visszahúzni a Prime-nál, de akkor se lesz jó a fegyver. Ugye a Telos a boltó, és ugyanaz igazából. Tehát nagyon semmi változás nincs rajta igazából. Tehát semmi érték, ami hűde nagyobb lenne. És se tátus, se crit chance, ugye a crit chance akkor, ha minimum 30%, státusznál is az érték, hogy minimum 30-as kell lenni, hogy valamire lehessen építeni. Szóval ennyit a pisztolyról. A Kokage pedig nem egy rossz attack speed-del rendelkező melee. Viszont ugye egy Prisma Obex-hez összejobb. Hát a Prisma Obex-en úgy kezdődik, hogy 1,33, ami a modolása azért sokkal OP-bb lesz. Úgyhogy itt a Kokage igazából se társzuszos, se creatures, mert közelebb van 20, hát akkor is egy 5-10-el többen kell lennie. Itt az értékek meg baromi rosszak, a critical damage nem igazán beszélünk Billy-nél. Szóval a Kokage Prime az nem tudom, maximum a crit chance-et tudják javítani rajta, de ugye a crit chance meg státusz esetében is fontos azért, hogy milyen értékekkel rendelkezik a fegyver, impact, puncher, slash, korrozió, stb. Szóval nem csak az a lényeg, hogy mekkora crit chance, mekkora státusz van egy fegyverem, az, hogy milyen értékek párosulnak még úgymond hozzá. Szóval ennyit igazából a fegyverekről. Mert nagyon, nagyon sok mindent
nem nyújtanak nekünk, hiába lesznek prime-ok. Ezt itt akartam nektek megmutatni. Ja. Azt mondja, hogy úgy tudom, hogy. Igen. Itt van a Hexisnél a Telos Agboltó, amit ugye ha tudtok venni pontok, illetve 20-30 pati lehet vásárolni a trade-em. Szóval összességében azt kell, hogy mondjam nektek, hogy csak az vegyen meg a Prime Access-t, aki meg tudja venni, úgymond. És ha nagyon meg akartam mindig venni, platér, akkor a kijövetel után egy-két héttel vegyétek meg, mert sokkal olcsóbb hozzá fogtok jutni, mint ha egyből megvennétek. És amit igazából ajánlok az, hogy tessék időt szakítani rá, és farmoljátok ki, tök mindegy mennyi idő fog kerülni, mert a Mirage is annak ellenére, hogy nagyon szép, Prime-ként, olyan szép lesz Prime-ként, nem lesz egy OP, hiszen ugye a Prime karakterek erre az vonatkozik, hogy vagy a Shield, vagy az élet lesz csak több, vagy mindkettő. Most felcsukasztom a Hydroid, nekem itt van mondjuk... itt van. Itt a Hydroid Prime. Nézzük ugye az előző Prime ott például. És itt a sima Hydroid. Itt a Hydroid Prime bal oldalt, ugye 50-nel több armorja van, 25-tel több energiája, az élet az maradt, ami nagyon nagy hiba, és a shield lett több. Szóval, hogy az a baj, én már többször feltettem itt a Valve-eseknek a partnerek között, hogy a Prime karakter az miért nem változik. Hogy a Prime karakter az értékek miért nem változnak. Például most, így van most modóval Mirage, ugye alapjáratként, ugye az armor, energia, élet és shield változhat, vagy 3, vagy 2, tudom, hogy lesz a Mirage-nél. Viszont én úgy gondolom, hogy hiába vannak ugye modok mindenre, úgy gondolom, hogy Prime karakternél a legalább 30%-kal kéne módosulnia mindennek. Durationnek, efficiencynek, range-nek és strength-nek egyaránt. Ha ez több mint 30 millióan játszanak a játékkal, lassan ugye már 40, ki tudja most milyen értékeken állnak a statisztikák. Én úgy gondolom, a játékosok megérdemelnék azt, hogy egy Prime karakter sokkal erősebb legyen. Ne csak fashion frame legyen, hanem látszólag is sokkal erősebbet üssön. Azért egy 20-30, egy 30% kéne, igen. Ugye azért adtam a 30-at, mert ugye az alapkártyák Duration Efficiency Range Strength ugye 30-an vannak, és ugye a Prime-ok azok jobbak lesznek, és ugye ha van Prime modunk, akkor annak az alapját azt nem tudjuk berakni. És ugye a Prime karakternél viszont Prime karakternél viszont meg lehetne azt csinálni, hogy azt a 30%-ot berakni a Duration, az Efficiency, Range-nek és Strength-nek is. Szóval, hogy akik megveszik pénzért a Prime Access-t, az akkor megérje nekik megvenni. Sokkal jobban megérnie nekik megvenni, sokkal többen lennék meg talán, hogyha valóban a Valframe is erősödne, nem csak a armorban, energiában, életben, meg shieldben, hanem a magában a képességekben is. Azért nem lenne mindegy azért, hogy az a 30% szerintem.
És nem tudom, és ezt nem tudom, hogy sokan, hogy nekik nem lenne jobb. Szóval ezt is nagyon sokszor föltettem már, hogy ezt meg kéne lépni, de azt mondják, hogy minek? Sokan úgy vannak vele, hogy minek? Hát most miért lenne erősebb? Csak az a legnagyobb baj, hogy miközben minden évben valamelyik kedvencünket nerfelik, addig az ellenfelek még erősebbek lesznek. Ugye az előző kis összeállításban mutattam, hogy jönnek új ellenfelek a játékban, amik nem lesznek sose gyengébbek. Az ellenfelek azok sose lesznek gyengébbek, az ellenfelek mindig erősebbek lesznek, hogy a bossok minden évben átalakulnak, erősebbek lesznek. Úgyhogy például a Raptor, a Ambulance. Szóval minden évben egy boss átalakul sokkal erősebbé, viszont igazából nem tudjuk annyira modolni egyes karaktereket, hogy megállják a helyüket. Szerintem nem minden karakterre mondható az, hogy ezzel bárhol elmegyek. Persze csapatmunkára van építve a játék, igen. Csapatmunkába kéne dolgozni, csak az a baj, a játékosok nagy része nem bevül a csapatjátékra. Az a helyzet sajnos, hogy nagyon sok hülye van a játékban, és kilépegetnek a meccsekből, fogalmak nincs, ahol menne be, csak be vagyunk játszani című nóta. Szóval ennyi igazából. Szóval ezeket az információkat vagy megfontoljátok, átgondoljátok, vagy sengvezitek. Én gondolom jobban játok, megfogadjátok ezek a dolgokat. Én bármennyire szeretem ezt a játékot, én annak ellenére én nem hagyom szó nélkül azok a dolgokat, amik itt történnek, mert nagyrészt ugye nagyon nagy százalékban a játék nagyon sok pluszt ad, nagyon sokat, nagyon elnyomja azt a negatívot, amit ad a játék, de ugyanúgy sokkal jobb lehetne ennél a játék, csak nem tudom, bizonyos elvek, vagy nem is tudom, miatt nem lehet jobb a játék, de lehetne. Na mindegy, ez egy nagyon bonyolult dolog, úgyhogy erről sajnos nem egy nődött, csak vélemény ezek. Na mindegy. Na, köszönöm mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, kérlek benteket, hogy osszatok tovább, hogy másokkal is ez eljusson. Köszönöm, hellosztok!